Egyre lazábbak az emberek, pedig még korán sincs vége a koronavírus járványnak. Sokan hanyagságból nem hordanak maszkot, mások beleuntak az egészbe. De vannak olyanok is, akik fehér köpenyt viselve terjesztik a maszkellenes téveszméket. Nem csak a koronavírus fertőz, a vírus szkeptikusok száma is egyre nő. Mégis, mitől olyan népszerűek az áltudományok? Ön hordja a maszkot a közösségi zárt terekben? Egy magyar származású, Amerikában élő főorvos, aki Arizona államban küzd a járvánnyal. Vajó Zoltán élőben nyilatkozik Andrásnak és a Heti Naplónak. A kórházban nem csak a kórtermek, már a folyosók is megteltek. Mindenhol köhögő és fulladó betegek, kevés az ágy és a lélegeztetőgép. Azt mondja, hogy a jó Isten mentsen meg bennünket attól, ami a tengeren túlon most van. Pár száz forintos, ideiglenes kiút a nyomorból. Napjaink designer drog használata olyan, mint az orosz rulett, mondják a szakértők. A legújabb, életveszélyes hatóanyagú, Pika nevű szer eddig már csaknem egy tucat ember haláláért felelős. A Nemzeti Drogellenes Stratégia azt ígérte, 2020-ra kábítószermentes lesz Magyarország. Ez nemhogy nem sikerült, egyre nagyobb a baj. Éppen 40 éve forgatta Bújtor István az első ötvös csöpi filmet, a Pogány Madonnát. Ideje hát válaszolni a 40 éves kérdésekre, így arra is, hogy tényleg Bud Spencer találta-e ki Bújtort, mint a magyar Piedónét. Kalandozás térben és időben a Bújtor családtagjaival, a Pogány Madonnától a Hamis a babáig. Heti Napló Svábi Andrással. Vasárnap este 7-től élőben az ATV-n és 9 előtt 10 perccel az ATV Spiriten. Svábi András a TV stúdióban és a magánéletben is a Hugo Boss ruháit viseli.